tisztelettel köszöntöm Szabó Csaba munkatársamat, aki a www.korbiag.ro nevű román-magyar kontaktportál felelős szerkesztője is, hát mondjam úgy másodállásban. Szervusz Csaba, köszönöm szépen, hogy itt vagy. Szervusz, üdvözlöm a nézőket. Na, én azt mondtam, hogy másodállásban, de nem akarlak megsérteni, bizonyára még sok más elfoglaltságod van a televíziós munkád mellett. Most éppen szabadságról csábítottunk ide. Beszéljünk egy kicsit erről a portálról, mert hogy együtt élünk román honfitársainkkal, ugye első osztálytól, vagy már óvodás kortól tanuljuk a nyelvet, ismerkedünk a kultúrájukkal, és mégis szükség van egy ilyen kontaktportálra, egy ilyen román-magyar párbeszédre. Miért? Elsősorban azért van szükség, mert a román-magyar súrlódásoknak, hogy így fejezem ki magam, most legyenek ennek kisebb, ilyen bakalódásszerűek, vagy nagyobb arányúak, az önmenetlen 90%-a az alulinformáltságból ered. Az egyik fél nem tudja, mit akar a másik fél meg ezt gondolja, meg azt gondolja. Tehát nagyon sok olyan eset van, saját bőrömön tapasztaltam, amikor egy komoly, nagyon komoly konfliktusnak egy nevetséges, egy apró információ hiány a kiváltó oka. Ez a portál többek között ennek a megszüntetésére született, természetesen nem fogja megváltani a világot. Azt mondod, hogy nem ismerjük egymást, de hajlamosak vagyunk mi az egyik oldalról, tehát én most gondolok a magyarokra, hogyha már román-magyar-magyar-román portálról van szó, tehát mi magyarok azt mondani, hogy hát jó, de hát mi tanuljuk, hát nekünk kötelező megtanulni eleve a nyelvet, ezáltal megtanuljuk a kultúrát is, de vice versa, ez nem igazán létezik. Hogyan látod? Tehát előnyben vagyunk mi ebből a szempontból? Vagy természetesen, tehát mi magyarok sokszorosan előnyös helyzetben vagyunk, hát két kultúrát ismerünk, mi bármikor, vagy ha a magyar kultúrában nem megy, úgymond, akkor át tudunk állni a román kultúrába. A románságnak csak a saját román kultúrája marad meg, nekünk egy óriási nyitási lehetőségünk van, igen, csak ezt így kell felfogni, hogy ez egy előny. Az, hogy nekem például most a román nyelvet ismerem, hát mondjuk most csak csiszolgatom, mert most nekem a román cikkeket ugye lektorálni kell, és most látom, hogy a teljes más kultúrába pottyantam bele, és hogy hányszor állok fel, ugye, és elgondolkozom, hogy milyen érdekes, hogy miket mondanak. Adok is konkrétan egy példát, egy Jasi munkatársunknak az volt mondjuk kiadva, hogy március 15-e és december 1-e, hogy hogyan lehet megoldani, hogy ne legyen üvöltözés. És olyan jó azt mondja, hogy ez egyszerű, hogy mindig azt kell hagyni, hogy mindig csak az menjen ünnepelni, aki csak ünnepelni akar. Március 15-én nem menjenek oda. Hát csak nehéz kiszűrni azért. De hogy egyszerre meg tudják fogalmazni, hogy sokkal egyszerűbben mi. Mert mi azt mondanánk, hogy hát ez egy komplex dolog valahogy. Ők egyszerre megmondják, hogy amikor a magyarok ott, nem kell oda menni. És amikor a romák vannak, akkor nem menjen oda a magyar. Tehát annyira emberi, és nem mondok én neked valamit, hogy december 1-én ritka az a magyar, aki oda megy ünnepelni. Hát nem, most nem úgy van, mert tavaly talán ugye Székelyföldön azon törték a fejüket, hogy akkor is kivonuljanak. Igen, ez az, hogy hajlamosak vagyunk azért a mi szemünkben nem észrevenni. Na, most... Másképp látnak bennünket, sokkal egyszerűbben látnak. Ploiesti munkatársunk írja magyar-román konfliktusokról, megírja őszintén, hogy a családban van, nem tudom ki volt magyar, és azt mondja, hogy annál nagyobb veszekedések a családban, annál nagyobb sértődöttségek, mint a magyar-román meccsek után, nem volt, hogy hetekig nem beszéltek, annyira összevesztek rettenetesen, és ezért én be is szkenneltem szépen Fazekasnak a gólját, amikor 1-0-ra megvertük a románokat, igen, és utána pedig beraktam a Hadzsi gólját, amikor ők vertek meg bennünket, hogy ez ilyen egyszerű, tehát, és hagylak akkor szólni. Nem, nyugodtan, szóval, én szívesen hogy, hallgatom, hogy, remélem a nézők másképp is látnak, mint ahogy mi elképzeljük. Sokkal egyszerűbben látnak bennünket, sokkal egyszerűbbek ezek a konfliktusok. És sokszor megfogalmazzák, most is nagyon komoly kolléganő írta Búzás Besenyőről, hogy románul úgy hívják, hogy Valeis Varrilos, fel is teszi a kérdés, hogy Habarnoam de Csilkiamása. És akkor ilyenkor mi fel kéne írni, hogy te, hát ez Búzás Besenyő, csak te nem, neked nem tanították soha, hogy a Besenyő, van Búzás Besenyő, van nem, ilyen Besenyő, igen, olyan Besenyő, hogy nem tudják ezeket a dolgok, honnan tudnák. De Csaba, most már háromszor is, nem számoltam, de azt hiszem, hogy igen, háromszor is munkatársakról beszéltél, mondtad a Jasit, a Ploiesit, a Búzás Besenyőit. Már vannak munkatársak, igen, hogy kell ezt érteni? Mert... Hát úgy kell érteni, hogy ez kialakult egy szerkesztőség, akik a magyar rész a szerkesztőségnek, az a Fehér Holló Média Klubnak a tagjai, egy részük, ugye profi újságírók vagyunk, igen, ebből az épületből is hárman, négyen benne vagyunk, a rádiótól, igen, a tévétől, népújságtól, tehát ezek a magyarok vagyunk, akik úgymond moderálunk is, és akkor vannak az úgynevezett munkatársak, a kollaborátor, ezek bloggerek,
jassi bloggerek, általában kutatók is, egyetemisták, és vannak teljesen egyszerű emberek, a Ploiesti munkatársunk például, nem is ismerjük olyan jól még őt, ő egy ilyen 55 év körüli férfi, aki nagyon szereti ezt a témát. És nekünk ír ilyeneket, ő Skriszari Ploiesti Anna. Ja. És ő például írja, hogy neki teljesen megegyezik a székelyekkel, hogyha ők az autonómiát akarják, csak azt az országon belül. És ő nagyon jól tudja, hogy az országon belül akarják ők. Tehát nagyon érdekes, hogy hogyan látnak bennünket. A háttérben megjelenik itt, most itt a plazmára mutatok, nem tudom, hogy a nézők mennyire látják, portál, de kontaktom, már jár, zárójelben román-magyar kontakt portál, ott is van mindenféle. Az előbb úgy láttam, hogy a képernyő alsó jobb sarkában, vagy bal sarkában is megjelent a rákattintási lehetőség. Igen, kérjük meg a kollégákat, hogy egy oldalt tegyenek be, hogy... lássuk, hogy körülbelül hogy néz ki ez a... Én remélem, hogy odafigyelnek arra, amit elmondtál, és akkor ezt meg is veszik. Szeretném a Bábesbolyai Tudományegyetemmel... Igen, például Dembrovszki. Ugye? Tehát Dembrovszkiról nagyon keves, arra már nem tudják, hogy egy magyar fiú volt, és be is szkenneltem a gólját a brazilokkal, tehát emlékeztetni. És egy interjú van vele, Tamás Attila készítette, hogy most milyen, hogy ez szervezi, azt szervezi, és hogy ő is többek között, mint a nagy magyar sportolók panaszkodnak, hogy akkor jók voltak, és most ugye nem figyelnek rájuk. Én tudom, hogy ilyen szerkesztőségi, meg más... Itt van például, láttunk oldalakat, tehát itt Veselényi, van a... Veselényi, Haller, Bánfi, igen. Tehát Castello Haller de la Ogra. A kolléganő írt a marosugrai kastély, és én rögtön válaszoltam rá, hogy milyen érdekes, hogy ti románok, hogy mit láttatok ebbe a kastélyba. És mi magyarok teljesen más látunk. Mi rögtön felháborodunk, hogy hát miért nem írtad, hogy ez az izé volt, hogy ez volt, ott az volt. És utána pedig valahogy hogy ráérzek arra, hogy mit akart mondani, hogy ha ez a kastély kialakul, és pénz lesz körülötte, akkor lehet majd magyar feliratot, és lehet magyar történelmi kört. De ha már azzal kezdjük, hogy valaki megvásárolta, és azt fúrjuk, igen, hogy miért nem elég magyar, akkor abból pusztulás lesz. Itt van egy Jassi munkatársunk, aki arra ír, hogy predare pentru acceptare a simbolo nazionale. Hogy igen, kell hagyni a románokat, hogy székelyföldjön hordják, mindenki hordja a magáét. Tehát nem azt kell, nem egymás ellen kell drukkolni, hanem a sokszínűséget kell látni. Ez egy Jassi. Egyértelmű, tehát én egyetértek teljes melszélességei, 100%-osan ezekkel a kijelentésekkel, de hát gondolom, hogy ez egy kicsi lépés, én azt tudom, és most tisztelt nézőink, el fogom árulni, hogy Csabát én mindig ebből a szempontból, ebből a román-magyar, magyar-román együttélés szempontjából mindig idealistának, sok esetben azt mondtam neki, hogy Don Quixote-nek tekintem. Persze azért a Don Quixote-nak is néha lehet igaza, de távlatokban. Nézd meg, itt most látjuk Jan Aurel Pop, a Bábesbolyai Tudományegyetem rektora. Tehát ő azt szó, történész, szó szerint azt írja, hogy placeva ne bunia csesportál. Így, igen, mert tetszik, és azt mondja, hogy mennyi éve hiányzik egy ilyen dolog, hogyha már van valahol, ahol veszekedjünk. Tehát ahol eszmét cseréljük, akkor legyen egy ilyen hely, egy moderált hely. Ezt akartam megkérdezni, hogy te vagy a moderátor? Igen, én vagyok az egyik moderátor. Egyik. Hát többen vagyok, attól függ, hogy milyen vidékről érkezik. Hát ha északról, akkor Sarány István, ő a Hargita népe. Tehát igen, az északról jövők, hát mindig kiosztjuk, hogy ki mivel foglalkozik. Most például Kicsit Gábort keressük, a kézilabdást, és most mondta Ambrus Attila, hogy megvan Kicsit Gábor, és interjú készül vele, és be fogjuk majd játszani a 70-es években, amikor dobja a gólokat. Gábor Kicsit. Nagyon érdekes, máshova is helyezitek ezeket az interjúkat, ezeket a cikkeket, vagy elsődlegesen itt jelenhet elsődlegesen. Tehát elsődlegesen. Akkor, tehát akkor megkérdezom, a piszok anyagiakat meg kell kérdezni. Igen, a piszok anyagiak, tehát egyelőre a lelkesedés víz bennünket, de ígéret van több egyesület részéről is, hogy támogatni fognak bennünket. Hogyha, tehát a támogatás az miből áll? Tehát mi magyarok ugye sajnos megszoktuk azt, hogy hát hősiesen ugye ingyen kell dolgozni, ez a divat. Viszont a román kollégák már a második, harmadik cikk után kérdezik, hogy hát valami szimbolikusan egy sörre való legyen. Tehát azt reméljük, hogy majd novembertől, vagy tehát a legrosszabb esetben január 1-től, akkor legalább mondjam azt, hogy a román kollégáknak és a magyaroknak is tehát szimbolikus összeg legyen cikkdíj. Tehát ez amit nagyon tisztelt, szeretnénk elérni. Tisztelt vállalkozók, meg esetleg mások, akik támogatni tudnák, akkor figyeljenek oda, itt van egy lehetőség. Hányan nézik? Bocsánat, kezdjük azzal, hogy mióta működik. Csütörtök este. Ja, október 23. Igen, itt mindenki ott, azt igen, mondta, nézze, hogy milyen jól időzítettük. Igen. Hát én elárulom, hogy semmiféle időzítés nem volt. Augusztustól már szeptemberbe kellett volna induljon, csak nagyon nehéz a semmiből létrehozni egy média orgánumot. Nem is tudom, mikor volt ilyen még Romániában, hogy valamit létrehozzanak, hát minden pusztul el.
És akkor ez nem, főleg a technikai része nem indult be, és mind kerestem egy időpontot, hogy mondtam, legyen egy hétfői nap, mondom, na ez október 23, és nagyon jó klappol arra, hogy van egy olyan rovat, hogy Metal Machire, ahol egyelőre én írok a Pop Rock Sime Taldin Ungária. És ott pont Konzsuzsával kezdem, és 1956-tal, most mindenki mondja, hogy milyen jól talál, hát megsúgom, hogy véletlen volt. De akkor láttam, hogy zárójelben 56-89, azért megjelenik egy ilyen 1956-1989. Igen, igen, hát igen, aztán valahogy utólag aktualizáltam, hogy jó legyen, és tehát csütörtök estétől van, 1036 olvasónk volt az éjszaka. Na, hát az, az tehát, egy hát jó, hát ez le fog majd esni, nagyon, tehát új, újszerű. És olyan érdekesek a román visszajelzések, hideg-meleg. Lejártam. Jön. Lejárt a beszélgetésre szánt idő, szeretnék én erről még többet is beszélgetni veled. Lehet, hogy majd a, nem tudom, százezredik olvasó után még egyszer meghívunk, és akkor beszélünk az eltelt periódusról. Mindenféleképpen sok sikert kívánok neked és annak az egész szerzőgárdának, akik elkészítik ezt a portált. Tehát tisztelt nézőink, akkor www.korbi.ro. Kövessék figyelemmel ezt a portált, ugye kontaktportáról, román-magyar kontaktportáról van szó, Szabó Csaba az, aki kitalálta, és hát moderálja. Igen, hát jó. Én vagyok a fő moderátor. Sok sikert kívánok még köszönöm egyszer. Szépen.